Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a decemberi összegzésem lesz. Igazából ugye ez mindig átcsúszik 2021-be, de technikailag még a 2020-as évet összegzem vele. És durva, hogy már 2021 van, mindig el fogom felejteni, hogy rossz, jó dátumot mondjak. Decemberben általában mindig sikerült több könyvet kiolvasnom. Mondjuk azért is, mert szerintem több rövidebbet is azért beszoktam ilyenkor iktatni, meg úgy valahogy több idő jut ugye a karácsonyi szünet miatt olvasásra. És hát most sem lesz másként, mert 8, ha jól számolom, 8 könyvről lesz ma szó, szóval ezek szerint 8 könyvet olvastam ki decemberben, plusz nem számolom a szakirodalmakat. Nézzük is akkor, hogy 2020 utolsó hónapjában miket olvastam. Igen, az első könyv az egy decemberi BookTube könyvklub havi könyv volt, mégpedig a Takarók, majd valamelyik oldalra bevágom a borítóját. Ez egy viszonylag hosszú könyv, de képregény, szóval 3,5-4 óra alatt szerintem kiolvastam az egészet, még valahol a hónap elején. No, és ez egy ilyen, hát, ilyen fejlődésregényszerűség, és ugye az író így elmeséli a gyerekkorát, meg a fiatalkorát, hogy ott úgy mik történtek ilyen. Egyébként érdekes volt, nem azt mondom, hogy nagyon imádtam, de teljesen örülök, hogy elolvastam meg. Amúgy szeretek képregényeket olvasni, mert néha olyan könnyebb, mint a sok száz oldalas folyószöveget olvasni, de majd január 9-én lesz róla az élő kibeszélő. Most nem teszem be kinek a csatornáján, de majd ide szépen belinkelem. Ide. Én nem leszek benne, mert én a medvés csomagányban leszek. A második könyv, amit igazából elsőnek olvastam ki a hónapban, csak elfelejtettem, hogy odaírtam a számokat, hogy melyiket, mindegy. Legyek velem. Nos, ezt igazából még, hát vagy szeptemberben, vagy októberben kezdtem el, de szerintem valahol szeptember vége, október eleje volt. Ez nem más, mint a Beautiful Creatures almainak magyarul az a címe, hogy Lenyűgöző teremtmények. Cami Garcia-tól és Margaret Stoll-tól. Stoll? Fogalmam sincs, hogy melyik kiejtés kell. Ez egy hosszú sztori, hogy miért olvastam ezt a könyvet, és miért most. A helyzet az, hogy én annó láttam a filmet, de nem elejétől végéig, és így emlékszek néhány jelenetre a filmből, és tudom, hogy a közepét nem néztem, mert meguntam, és kivonultam a szobából, és nem néztem tovább a többiekkel, és aztán, hogy a vége felé visszaértem. De nem hagyott mély nyomot a film. Viszont annó, mikor először vettem angol könyvet, az Olympus hősei első részét, akkor, hogy kipróbáljam, tudok-e angolul olvasni, nővérem a kezembe nyomta ezt, mert neki megvan az egész sorozat, hogy tessék, az angol próbáljon meg. És körülbelül szerintem két oldalt olvastam el belőle, de különösebben nem izgatott akkor se úgy a sztori, vagy nem is tudom. Tehát, hogy elkezdtem olvasni, de nagyon nehézkes volt, főleg, hogy ilyen délies akcentussal van még megírva is, úgyhogy én ott le is tettem ezt a könyvet. Viszont ugye továbbra is megvolt itthon, mind a négy része. És mindig ott volt bennem, hogy csak el kéne olvasni. Úgy piszkált a fantáziámat, de aztán Emma azt hiszem valahol a harmadik után feladta, tehát a negyediket talán csak elkezdte, de sose olvasta végig. És most úgy voltam vele, hogy üsse kavics, elolvasom, meg elvittem a koliba, amikor még volt kollégium, és nem volt nálam másik könyve, mert azt már kiolvastam, amit előtte olvastam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy na kezdjük el. És az első 200 oldalig még úgy egészen jól haladtam vele, és a maradék 400, igen. Szóval a maradék 400 oldal, úgyhogy majdnem 600 oldalas a könyv. És a maradék 400 az annyira szenvedősen ment, hogy azért tartott két hónapomba befejezni. Hú, gyerekek! A végére tényleg nagyon szenvedtem. Nem volt katasztrofális ez a könyv nekem, viszont nem volt túl jó se. Tehát a két szereplő folyamat szenvedett egymásra, nyilván ez egy romantikus könyv. És ugye a problémát az jelenti, hogy Lena a 16. születésnapján sötétté fog válni. Ami hülyeség, mert nem tudják, hogy mivé fog válni. És az egész könyv alatt, az 600 oldalon keresztül azon megy a húzavona, hogy te sötétté fogok válni. Maradj távol tőlem a csávó meg, de nem akarok távol maradni tőled, nem leszel sötét, nyugi, de sötét, de ne. És aztán folyamat olyan helyzetekbe keverték magukat, hogy így mentek, mindegy, hülyeség. Csinálták a hülyeséget, még akkor is, amikor tudták, hogy hülyeséget csinálnak, és ez abszolút az a fajta dolog, hogy ne. Szóval, ja, nem fogom folytatni ezt a sorozatot, elég valószínűleg tartom, de most már elmondhatom, hogy ezt is elolvastam. Megvolt, szép volt, jó volt, köszönjük szépen, többet nem kérek, mert erre a szenvedésre nem vagyok kíváncsi még három könyvön keresztül, főleg úgy, hogy Emma mesélte, mi fog történni benne, és nem.
A harmadik könyv... A harmadik könyv, amit befejeztem a hónapban, az Martin Kate-től volt, az Eastern, és ezt recenzióban kaptam, amit köszönök szépen ezúton is. Ez a könyv ugye egy ilyen westernes setting, vagy ilyen westernes környezetbe játszó disztópia, posztapokaliptikus fantasy, a mindenféle vegyes műfajiság könyv. Annó, amikor ez 2018-ban nagyon sokat volt reklámozva, olyan én nagyon sokat láttam is, és még gondolkodtam is rajta, hogy elolvassam, mert én olyan érdekesnek hangzott azért ez a western dolog, az úgy nekem bejön. Például ugye ott volt a Wake of Watchers. És én 100 oldalig nagyon próbálkoztam. Apa előttem olvasta ezt a könyvet, forgatta repárszoros szemét, de mondom, jó, apa túloz, mindegy. És 100 oldalig én nagyon érdekeztem, hogy tényleg érdekelt ez a könyv. Nem gondoltam, hogy egy hűde fantasztikusan eldobom az agyam könyv lesz számomra, mert gondoltam, hogy lesznek benne olyan elemek, amik nem tökéletesen tetszenek. De nem gondoltam, hogy annyira nem fog tetszeni, mint amennyire nem tetszett a végére. Tehát a helyzet az, hogy se a szereplők nem érdekeltek, se a sztori nem érdekelt, se senkinek a motivációja nem érdekelt, és amit a könyv fülszövege alapján gondoltam, hogy ígér ez a könyv, és amit gondoltam, hogy történni fog, az abszolút nem úgy történt, hogy én azt emészthetően fel tudom dolgozni. Szóval nem olyan dolgok voltak benne, amik számomra emészthetőek voltak. Írtam egy nagyon hosszú molyos értékelést egyébként erről, nem szoktam molyon ennyire hosszú értékeléseket írni, körülbelül 2 mondatban maximum letudom az egészet, de amikor ezt befejeztem, annyira ki kellett adnom. Mert én nagyon csalódott voltam, tényleg. Tehát 18-ban végül nem vettem meg a könyvet és nem olvastam el, és aztán föl lett ajánlva, hogy recenzióba megkapom, és teljesen megörültem, mert mondom, ezt el akartam annó egyszer olvasni, így megfordult a fejemben. Mondom, ez biztos jel, hogy el kell olvasnom. És nagyon-nagyon nem tetszett. Mikor olvastam, nagyon hevesen fejeztem ki az érzéseimet a könyvvel kapcsolatban, így itthon a családnak, de most már december eleje régen volt, úgyhogy most már így nagyjából lenyugodtak bennem az érzelmek, de tényleg ez nekem nagy mellélövés volt most ez a könyv. De olyan tényleg ott az értékelésem, abban jobban kifejtem, hogy a fő problémáim mikkel voltak, de hát sajnos nem jött be. Jó, tovább menve. Na, akkor bocsánat, egy gyors kis közbevetés, mert most kezdtem el vágni az összegzést, és rájöttem, hogy egy könyvet totálisan kihagytam a felsorolásból. Valamiért nem írtam föl a határidőnaplomba, ahol szoktam írogatni, hogy mit írtam, vagy mit írtam már, mit olvastam, szóval mit olvastam a hónapban. És totál kiment a fejemből ezért, úgyhogy most, hogy föléptem, majd pontról láttam meg, hogy bizony kihagytam Catherine Arden harmadik könyvét az északi északi erdő trilógiából, ugye ez a Medve és Csalogánynak a harmadik utolsó része. És most tök mérges vagyok magamra, de mindegy, ez gyors, most akkor így fölvesszük így. Szóval 9 könyvet olvastam igazából a hónapban, ez beletartozott, ezt még valamikor a hónap elején fejezhettem be, és azért felejtettem szerintem ennyire el, hogy ő is ide tartozott. Ez ugye az egész trilógiát lezáró kötet, szóval olyan sok mindent nem tudok róla így összegzésben spoilermentesen elmondani. Azt tudom, hogy nagyon gyorsan kihallgattam, pedig egy nagyon hosszú könyvről van szó, de ugye hangos könyvként hallgattam, és az élénken megmaradt, hogy palacsintasütés közben kezdtem el, és az első felében volt egy olyan esemény, ami nagyon fölhúzott, és nagyon mérges voltam. De egyébként erről meg most lesz januárban a decemberi könyvklub keretében még, de januárra csúsztak át az élők, szóval most lesz majd egy kibeszélünk a Medve és Csalogányról. Szóval, hogyha valaki nem olvasta volna még a trilógiát, akkor azt majd valamelyik oldalra belinkelem, ahol azt hiszem ide szoktuk. Szóval majd azt belinkelem, és azt meg tudjátok nézni, és akkor abban majd kibeszéljük a legelső kötetét ennek a trilógiának, és egyébként a legtöbb ember Discordon írta, akik elkezdték ezt a könyvet most így a könyvklub miatt, hogy kb. Egyből olvasták a második, harmadik részt is, és nagyon-nagyon jó könyv volt, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a sorozat, és nagyon szerettem. Nem volt egy abszolút 5 csillagos olvasás, ezt lehet részben egyébként a hangos könyvre fogom, mert ugye egy kicsit nem is tudom, lehet, hogy az, hogy könyvben olvasni valamit, az nagyobb élmény, mint hogy így hallgatom, de egyébként teljesen jó volt, de tényleg a
spoilermentesség miatt nem nagyon szeretnék most többet elmondani róla. Ez az egész sorozat nekem nagyon tetszett, és a vége is egy jó lezárás volt, és nem volt hiányérzetem igazából, nem volt egy ilyen nagyon túlmagyarázott lezárás, hanem így hagyott teret a fantáziának, de úgy meg jó volt. Szóval ezt így még gyors bevágjuk. Hát hatalmas nagy vállalkozás volt kiolvasni a negyedik könyvet a hónapban, ami Marika Barátai a Fényszigetén címet viselték. Erről most csináltam egy barangolás Európában részt, mivel ez egy belga szerző mesekönyve. Itt megtaláljátok majd a linken. És erről ennyit is fogok most mondani. Jó, ezek után kihallgattam hangos könyvben a Wings of Fire sorozat első részét, a The Dragonette Prophecy-t, és imádtam. Ez egy sárkányos gyerekkönyv, és mint tudjuk, hogy Matilda oda van az Így neveld a sárkányodatért, szóval eléggé valószínűleg volt, hogy egy újabb sárkányos gyerekkönyv is be fog találni, és be is talált, úgyhogy új propagandát indítok az Így neveld a sárkányodat mellett, most már ezt is folyamat fogom reklámozni és rajongani érte, főleg a hangos könyv egyébként nagyon jó, tehát nagyon jól el van találva az, hogy hogyan olvassa föl a nő, aki felolvassa a könyvet, igen. És egyébként venezuelai a szerző, és majd hamarosan fogok hozzá egy barangolás Európában, nem, barangolás Amerikában részt csinálni, mert azt is lassan elindítom most már így 2 év európázás után. Úgyhogy majd hamarosan jön egy videó, amiben így az első könyvről, vagy ha addig kiolvasom, a másodikról is lesz szó. És egyébként az a lényeg, hogy a sárkányoknak a kis országában, ebben a könyvben megy a háborúzás, mindegyik törzsnek van egy szövetségese, vagy egy ilyen szövetségek vannak, háborúznak nagyon egymás mellett, és van egy ilyen sárkány profécia, ami 5 kis sárkányról szól, akik majd véget vetnek a háborúnak, és hát ezt az 5 kis sárkányt követjük végig a történet során egyébként. Nagyon jó, de tényleg majd csinálok róla külön videót hamarosan, de imádom. Csak ez nincs lefordítva, úgyhogy ez csak angolul jelent még meg, sajnos. De majd propagandálom, és hát lefordítják. No, és előkezdtünk a karácsonyi részekhez. Egy karácsonyi könyv, amit kiolvastam így a szezonban, karácsonyi szezonban, a Christmas Days Jeanette Wintersontól. Ebben 12 rövid történet és 12 recept található így felváltva. Egyébként nagyon jó volt, voltak benne ilyen aranyosabb sztorik, kicsit ilyen horrorisztikusabb sztorik, meg ilyen lehangolóbbak is voltak közte, de egyébként teljesen élveztem, és egyébként gyönyörű is ez a könyv, tehát ez a borító, meg ez a kivitelezés, ez valami fantasztikusan szép. És a receptek esküszöm néha szórakoztatóbbak voltak, mert ilyen kis sztoris receptek voltak, tehát nem csak a recept, hanem ilyen kis sztorizás ment hozzá, és egyébként nagyon jó volt, meg ugye minden nap olvastam egy sztorit, így 14-én kezdtem, és így 24-ig kiolvastam, mert egy nap volt, hogy többet is, ha úgy tartoz a kedvem. De nagyon jó volt, és teljesen hozta a karácsonyi hangulatot. Igen, ezt nem írtam föl, de aztán eszembe jutott, hogy elolvastam ugye a Grinch-et is, ezt ugye karácsony napján szoktam. Talán negyedjére csináltam ezt, hogy így elolvastam karácsonykor, továbbra is nagyon szeretem. Ez arra a legjobb, hogy egy kicsit úgy 24-én, amikor stresszesedik a helyzet, akkor így leül az ember, ezt gyors elolvassa, és így kicsit belerázódik a karácsonyi hangulatba. Egyébként nekem mindig tökre tetszik, nem tudom. Meg olyan kis cuki benne a rímek. Nos, és hivatalosan az utolsó könyv, amit én tavaly decemberben befejeztem, az Helen Sedgwick-től volt, a The Comet Seekers. Hát ezzel kicsit küszködtem, mert egy kicsit ilyen... Hát elég lassú maga a könyv, és elég kicsit ilyen lehangoló. Maga a sztori az, hogy két szereplőnknek így az életét, illetve a múltját és az előttük lévő generációk életeit nézzük végig, úgy, hogy akkor, amikor üstökös halad át az égen. És egyébként érdekes volt meg, nem, az aranyos nem jó szó rá, tehát érdekes volt, csak tényleg kicsit ilyen melankólikus volt, és így elkezdtem olvasni, és így 3 oldal után így gondolkodtam, hogy úristen, ez végig ilyen lesz, akkor hogy fejezem be? De amúgy jó volt, de párhuzamosan olvastam a másik karácsonyival, a 12 naposról, és úgy ez kicsit ilyen nagyobb lendületet adott, mert egy kicsit ebből, kicsit abból, és akkor így szintben tartottuk. Megy a mentő. De egyébként jó volt. Tehát
Szóval igen, és akkor tényleg így a generációkat néztük végig meg, hogy kivel mi történt az évek alatt meg, hogy mit is jelentett az, amikor jöttek az üstökösök. Alapvetően ez ilyen mágikus realizmusnak volt talán jelölve a moly.hu-n, szóval voltak benne ilyen kicsit ilyen mágikusabb elemek, úgymond, ami azt jelenti, hogy szellemek, de amúgy meg realisztikus volt. De jó volt, csak én valahogy azt hittem, hogy ez kevésbé lesz lehangoló, vagy hát ilyen borús hangulatú kevésbé lesz, mint amennyire volt. És talán nem hagytam ki egy könyvet se a felsorolásból. Én ezeket a könyveket olvastam még decemberben, és szerencsére ezzel így meg is lett a Reading Challenge-em már. De az már meg lett korábban. Mindegy, szóval 59 könyvvel zártam 2020-at. Hát azért 45-öt állítottam idére is, mert az a biztos, még nem merem fölemelni 50-re. Pedig eddig mindig megvolt. Kommentben írjátok meg szokásos módon, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki decemberben. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!